Ezen a helyen verték meg a 19 éves fiút. A szórakozó helyen a két kötekedő leöntötte a ruháját, majd erre az erdős területre hívta. Ketten ütötték, rúgták a fiút, sőt, a nyakára is ráléptek. Telefonon beszéltünk a megvert fiúval, aki nem kívánt nyilatkozni. Elmondta, hogy ok nélkül kötött bele a Kímlei és a Hegyeshalmi fiatalember, főleg a felső testét és a fejét érték a rúgások és az ütések. Úgy helyben hagyták, hogy az eszméletét is elveszítette. A verekedőket a rendőrség elfogta. A vizsgálat eddigi adatai szerint a Magyarovári rendőrkapitányság a 20 éves Hegyeshalmi és a 30 éves Kímlei lakos ellen súlyos testésértés büntet kísérletének megalapozott hogy miatt indított büntetőjárást, és a bűncselekmény körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja. A környéken lakók nem látták az esetet, ezért nem akartak nyilatkozni. Azt mondták a nyári hétvégék pokoliak itt a Mosoni Duna partján. Szombatonként hangos a zene, a részek fiatalok pedig nincsenek tekintettel senkire és semmire sem. Hangoskodnak, randalíroznak és balhéznak is. Az itt lakók szeretnék, hogyha hétvégente több rendőr felügyelné a buliszó fiatalokat.